általában 20%-os leértékelés volt a gyerek szekciónál, és anyukám elment bevásárolni, mert nagyon sok ruhát kínálnak, természetesen az összes ruha teljesen új. Az első fölső egy Petsz márkájú póló, amin ugye a Kira egyik kedvenc meséjéből, a kis kedvencek titkos életéből vannak rajta a mesefigurák, és valószínűleg ez nagyon fog neki tetszeni. A póló maga 800 forint. A második egy aranyos kis minimászos ruha, a márkája az George, és 1440 forintba került. A következő egy Ciumdás kisgatya, ami 1040 volt, és azért tetszett meg ez a gatya nagyon anyukámnak, mert a belseje ilyen jó kis bundás és puha. Az előző ruhák, amiket megmutattam, azok most jó Kirára, és 3-4 évesekre vannak. A többi ruha, amiket pedig mutatni fogok, azok 4-5 évesekre vannak, és ősszel lesznek jók Kirára. Az első őszi darab egy Nextes kis gatya, ami ilyen kis rénszarvasó, szívecskék vannak, nagyon cuki. 640 forintba került. Ez a következő kis rózsaszín felső, ez egy Mother Care márkájú, és összesen 800 forintba került, úgyhogy nagyon jó áron volt, és olyan nagyon-nagyon puha, nagyon jó anyaga van, úgyhogy kíváncsi lesz. Ez pedig egy Nutmeg-es kis katyó, és 640 volt. Következő márka a Next, és ez 640 forint volt. Ez a következő egy Back to School márkájú kis felső, de én inkább Back to Kindergartennek mondanám, mivel ugye 4 évesekre van, és 4 évesen még nem iskolába megy a gyerek, hanem pont óvodába. Ez a kis felső 640 volt. Ez egy George gatya, 1040 volt, és az alján van valamilyen mesefigura, valami Sky-ból, vagy nem tudom, de még ezt nem nagyon ismerjük, ezt a mesét, de valamikor biztos elő fog kerülni még Kirának. Ez egy Mark and Spencer, 800 forintért. Ez szintén egy George, 640-ért, és Kira szerintem pizsamakatyaként fogja használni. Ez is egy George, szintén 640-ért, nagyon kis aranyos. Az a legjobb benne, hogy itt az alján ilyen csipkeberakású. Ez a következő egy rugalmas anyagú farmer, Evie Angel márkájú, és 1440 volt. Egy Nextes farmer 1600-ért, ez is ilyen nagyon kellemes anyagú, ilyen rugalmas farmer. Itt belül lehet állítani, hogy mennyire legyen ugye szoros, ami Kirának nagyon jó, mert nagyon vékony a dereka, és ezek a farmerek általában leesnek róla. Szintén Next 1440-ért, ugyanolyan jó anyag volt. Nekem az jut eszembe ezekről a farmerekről, hogy régebben én nagyon utáltam ugye a rendes ilyen kemény anyagú farmereket, és utána anyukám megtalálta ezeket a puhább anyagúakat, és azokat kezdte nekem venni, és éreztem a nagy különbséget. A mai napig az ilyen típusú farmereket keresem. Egy nagyon vagány kis Szent Bernard, 1200-ért. Ugye így néz ki, és az oldala is ilyen nagyon jó pofa. Egy H&M demes kis gatyó, 1200-ért. Egy citromos kis lupilú, 640-ért. Kire ezt szerintem szintén pizsamogatóként fogja használni, mint ezt a kis lúzisat. Egy George-os kis bossi ruha, 640-ért, nagyon-nagyon jó áron volt, ugye ahhoz képest, hogy milyen kis vagány, és valószínű Halloween-kor ugye beöltöztetjük Kirát kis boszorkánynak, kell egy kis boszorkány.
sárkányk alatt seprő, és már kész is van. Ja, és ugye hátulján van egy ilyen kis palást, nagyon cuki. És lecsatolható is. Kis bosszú belikét a domtomot. George felső, 800-ért. Ugye a felirat Always Ready to Shine, ami Kirához tökéletesen éri. Mert ő ugye mindig csillan. Egy ilyen Dimension 800 forintért. Ez az összes közül a kedvencem. Ez szintén egy Young Dimension, 800-ért. És mindjárt meg is mutatom, hogy mire képes ez a kis cukorfalat. Ugye unicorn, és hogyha így lehúzzuk, akkor teljesen a színe is átváltozik, és más felirat is lesz rajta. És lett belőle egy lap. Kira ezt azonnal fel akarta venni, úgyhogy valószínűleg neki is ez lesz a kedvence. Az utolsó képruha majd csak később lesz jó Kira, amivel 5-6 évesekre van, de anyukám így is úgyis megvette, mert nagyon cukik és nagyon jó áron voltak. Ez egy nutmeg és 640 volt. És végül egy Young Dimension 1440-ért. Remélem tetszett ez a videó, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!